Az egész világ a mágnesterápia felé fordult, nem véletlenül. A lényege az, hogy egy természeti jelenség zajlik, aminek során a Földünk, amit tudjuk nagyon jól, hogy egy óriási, nagy, gigantikus mágnes, a Földünk mágnesessége az elmúlt 200 év óta folyamatosan csökken. Valamikor még 200 évvel ezelőtt egy gauszt mértek, ma pedig az átlagos érték 0,4 gausz. Nyilvánvalóvá vált a mai időszakban, hogy a mágnesesség az épp úgy az élet feltétele, mint az oxigén, mint a víz, mint a táplálék. És jelen pillanatban vannak olyan tudóskörök, akik azt állítják és azt mondják, hogy a világméretű gigantikus betegség hullámért a Föld mágnesességének a hiánya, ennek a csökkenése a felelős. Bizonyítékok sora van erre. Például Nakagawa professzor, ő egy japán orvostudós, 12 000 beteg emberen alkalmazott mágnesterápiát, és drámai gyorsasággal szűntek meg a kedvezőtlen tünetek. Elkezdtek begyógyulni a sebek. Nem jöttek elő a migrénes fejfájások. Az ízületi fájdalmak csökkentek. És azt vesszük észre mi is a mindennapjainkban, hogyha alkalmazunk mágnesterápiát, akkor a szervezetünk elkezd újra jobban és jobban működni. A MagnaPress módszer egy olyan terápiás módszer, mágnesterápiás módszer, ami kiemelkedően eredményes, és azért eredményes, mert három gyógymódot alkalmazunk egy időben. Az első gyógymód az maga a mágnesterápia. Ez egy mágneses eszköz, kiemelkedően magas gauss értékkel, ezért a hatása gyorsnak minősíthető. Tehát gyorsan tud fájdalmat csillapítani, gyors segítség a sebgyógyulásban, és a többi hasonló elváltozásokban. A második módszer, ami különlegessé teszi, ez a távoli infravörös sugárzás alkalmazása. Úgy van kialakítva, hogy benne van, és amikor mi megfogjuk ezt az eszközt, akkor a távoli infravörös sugárzás hatását, előnyes hatását is tudjuk élvezni. A harmadik módszer pedig az akupunktúrában rejlik, hiszen a hozzátartozó kézikönyv tartalmaz 200 betegségre összeállítva különböző pontkombinációkat. Itt ebben a módszerben, amit otthon tudunk használni, nem szükséges elmennünk akupunktőr orvoshoz kezelésekre, nem szükséges elvégeznünk egy 5 éves kínai orvosi egyetemet, mert a kézikönyv nagyon érthetően, nagyon korrekt módon, rajzokkal, leírásokkal egyszerűen mutatja be, hogy melyik betegségnél, melyik elváltozásnál, melyik az ajánlott pont, ahova ezt az eszközt el kell helyeznünk. Melyek azok a betegségek, betegségcsoportok, amelyekre kifejezetten ajánlják ezt a terápiát? Vagy mindenre jótékony hatással van? Igen, ez nagyon jó kérdés. A mágnesterápia az gyakorlatilag a teljes szervezetre hat. Tehát ez egy nem betegség specifikus, ezért gyakorlatilag mindenki, aki használ mágnest, az megtapasztalja, hogy több lesz az vitalitása, megnő az életenergiája, jobb kedvű lesz, derűsebb lesz, kevésbé lesz fáradékony, jobban tud aludni. Tehát azt veszük észre, hogy a mágnesterápia hiányában rosszabbul működünk, ha mágnest használunk, akkor jobban kezdünk el működni. Az akupunktúra egy másik kérdés, ez egy 5000 éves, nagyon régi gyógymód, amit Európában és Amerikában nem kedvelnek az emberek, mert körülményesnek tartják, mert tűvel kell ugye dolgozni, az orvos tűvel dolgozik, sokszor el kell járni, a nyugati típusú emberek általában türelmetlenek. És éppen ezért a MagnaPress, mivel a hozzátartozó használati útmutatóban, kezelési könyvben tartalmazza ezeket a pontokat. Nem kell elmennünk, nem vagyunk kiszolgáltatva másnak, hanem az otthonunk kényelmében képesek vagyunk, föllapozzuk azt, amire kezelni akarunk és használjuk. A tapasztalatok óriásiak. A MagnaPress 10 éve van már Magyarországon, forgalomban, rengetegen próbálták, rengetegen szereztek tapasztalatokat, és a tapasztalatok alapján lehet mondani, hogy az ízületi fájdalmak csillapításában,
a fáradékonyság megszüntetésében, az alvászavaros problémák kezelésében, a fájdalmak csillapításában, mint fejfájás vagy migrén, az allergia kezelésében óriási eredményeket tudunk felmutatni, tehát úgy tudok fogalmazni, hogy igazi áttörés ez az öngyógyításban, és egy teljesen egyedülálló lehetőség azoknak, akik ezt kézbe veszik és kipróbálják. Van-e ellenjavallat? Igen, sajnos mindig van, ahol fény van, ott árnyék is van, ahogy szokták ezt nagyon okosan mondani. Azok kevésbé használhatják, akiknek valamilyen működő berendezés van beépítve a szervezetükbe, mert megzavarhatja a műszereket. Tehát akinek pacemakere van, vagy inzulinadagonó berendezése van, vagy néha kezeljük a fület is, és hogyha éppen hallókészülék van beépítve, akkor mondjuk a hallókészüléket ki tudom emelni, de ha be van építve, akkor sajnos azok a személyek nem használhatják. Vagy hogyha áldott állapotban van valaki, vagy szoptatásban, időszak van, akkor csak részlegesen szabad, rövid ideig szabad használni, mert a mágnesterápia, az akupunktúra, a fírterápia, ezek mind-mind méregtelenítenek, és ebben az időszakban nem előnyös ez a folyamat. Aztán van, amikor nem lehet használni, például a daganatos betegségben szenvedőknek. Elsősorban azért, mert vannak olyan elváltozások, amik orvosi felügyeletet igényelnek. És akkor azt az orvossal meg kell beszélni, hogy a kezelő orvosnak mi a véleménye, hogy a mágnesterápiát használhatja, vagy nem használhatja, milyen típusú az a betegség, tehát ez sok összetevős, ezért orvossal kell ezekben az esetekben konzultálni. Azt is észrevettük, hogy ha vitaminkúrákat tartanak az emberek, egyéb méregtelenítő kúrákat, vagy talpmasszást, vagy valamilyen más módszert használnak, és egyidejűleg a mágnesterápiát is bevetik, akkor azoknak a hatékonysága fokozódni fog. Tehát együttesen összeadódik a pozitív hatás, és még gyorsabb eredményt lehet elérni a betegségek legyőzésében. Kicsi gyerekeknek, pici babáknak ajánlott-e? Igen. Lehet használni a mágnesterápiát, az akupunktúrát, a fírterápiát, mindegyiket lehet egészen újszülött kortól, tehát 0 éves kortól az idők végezetéig lehet használni, amire ügyelni kell a Magnapress módszernél, miután erős mágnes tartalmaz, ezért az időtényező fontos. Egy felnőtt ember 24 óra alatt 30-60 percig használhatja. Egy kezelés általában 3 percig tart, tehát például, hogyha van egy fájós vállam, akkor azt akár 10-20-szor is megkezelhetem egy nap, ha úgy jön ki a lépés, és néhány nap alatt akár 100 kezelést is el tudok végezni, és azért gondoljunk bele, hogy egy 100 kezeléssel már nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Kisebb gyerekeknél ez az idő lecsökken, 1 perces kezelések vannak, és 10 és 20 perc között van a kezelési idő, attól függ azért, hogy a gyerek is hány éves. Mindez a kezelési könyvekben le van jegyezve, le van írva, és mindenkit személy szerint, akit érdekel ez a módszer, a szaktanácsadóink felvilágosítanak, megtanítják a kezelését, bár gyerekjáték a Magnapress használata, de a szakképzett magnetoterapeuta kollégáim, akik itt Várpolután is vannak, őket felkeresve nagyon komoly tanácsot lehet tőlük kapni. Aki nézi ezt az adást és érdekli a mágnesterápia, akkor az itt Várpolután hogyan juthat hozzá? Várpalotán, igen, most van ma az első előadásunk, egy bemutatkozó előadás. Láttam, hogy gyülekeznek, sokan jönnek, nagyon örülök neki. Úgy tervezzük ezt, hogy, és így célszerű, hogy minden hónapban egyszer eljövünk ide Várpalotára. Ezek előre megbeszélt időpontok, és a honlapunkon, a www.magnapress.hu honlapon pontosan megtalálják az időpontot, a helyszíntet itt a Városi Könyvtárban, ez nagyon szép itt, nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és ha eljönnek, ez teljesen térítésmentes, akkor egy teljes körű információval gazdagabban mehetnek haza, és lehet
igénybe venni azt a szolgáltatásunkat is, hogy ingyenesen ki lehet próbálni. Természetesen, ha valaki haza szeretné vinni, és az otthonában az egész családdal próbálni, az egy bérleti díj ellenében is megvalósítható, de azt gondolom, hogy az Életvegészségvédő Központ zászlajára az van ráhímezve, hogy az egészség nem pénzkérdés. Tehát ez annyit jelent, hogyha eljönnek ezekre a bemutatókra, előadásokra, vagy egyénileg egyeztetett időpontban, ingyenesen ezt a nagyon komoly mágnesterápiás módszert ki tudják a várpalotai érdeklődők is próbálni. Említette az egészségmegőrző központot. A mágnesterápián kívül milyen tevékenységet végeznek még a központban? Igen, egészségmegőrzéssel foglalkozunk, és felkutatjuk azokat a módszereket, amik valóban működnek. Rengeteg módszer van, gondolom a kedves nézők is tájékozottak, hogy tárháza van az alternatív gyógymódoknak. Beszélhetek egy kicsit őszintén. Biztosan egyetértenek a nézők is azzal, hogy vannak nagyon jó módszerek, és vannak kevésbé jó módszerek. Tehát nagyon komolyan át kell gondolni, hogy milyen módszert próbálunk ki, mert vannak gyöngyszemek, és vannak kevésbé gyöngyszemek. Vannak olyanok, amik hamis módszerek, amik látszólag működnek, tehát nagyon jól meg kell gondolni, meg kell nézni. Én azt tudom a kedves nézőknek mondani, hogy az Életve Központban, ha természetes táplálkozás iránt szeretnének érdeklődni, abban is tudunk segíteni. De most legfőképpen a mágnesterápiára irányítottuk a figyelmünket, mert úgy tűnik, hogy a mágnesesség pótlása hozza meg a leggyorsabb eredményt. Ma már annyi sok beteg ember van, és annyira elegük van az embereknek a fájdalmakból, a szenvedésekből, hogy már szinte azt érzem, hogy nincs türelem. És ha mágnest használ, napok alatt megtapasztalja, hogy sokkal, de sokkal jobban érzi magát. És ez nagyon fontos.